Nekem már van világom. Kedden még falfirkákat tüntettek el az ifjú városvédők, ma pedig már a piac előtt osztogatták a színes és szó szerint virágos bögréket. Az ötletet egy Pesten készített videó adta. Abban az esetben egy kézművesbolt kedveskedett a járókelőknek. Ők kerámiával foglalkoznak, és összegyűjtötték azokat a bögréket, amikre már nincsen szükségük az embereknek a konyhájukban. Picit törött már, vagy nagyon régi, tehát ami már úgy nem funkcionál eredeti céljaként, és így hasznosították újra őket. Úgyhogy mi városvédősökként igyekszünk több ilyen feladatot, programot is találni. Nagyon örültem ennek a videónak, és akkor már jött is az ötlet, hogyha jönnek a sümegiek itt júliusban, akkor ezt meg tudjuk valósítani. És megvalósították, a járókelők pedig meglepődve, de örömmel fogadták. A térség országgyűlési képviselője is kellemes meglepetésként értékelte az ifjak akcióját. Általában kedden, meg pénteket, de legtöbbször inkább pénteket jövök a piacra vásárolni, és akkor én ugyan olvastam az interneten, hogy itt vannak a sümegi városvédők, gyerekek, itt a szegedi városvédők vendégeként, és az ő istápolásukkal, de nem gondoltam erről a világosztásról, amit most a piac előtt van, nem hallottam, és valóban így van, jövök vásárolni, meg valóban nagy meglepetés volt számomra, és hát nagyon örülök, hogy itt vannak. Az ifjú városvédők elmondták, bögréket kevésbé volt nehéz beszerezni, hiszen minden háztartásban vannak olyanok, amit nem használnak. De a virágok beszerzése sem volt nagyon nehéz feladat, sokan segítettek az ifjaknak. Volt támogatónk is, ugye a levendulát itt a Völgyfőkertész úrtól kaptuk, a többit pedig saját kertből, üzletekből, úgyhogy mindent bevetettünk, amit tudtunk. Minden városvédő ifjú lelkesen készült a napra, és az ifjú városvédők pedig sok esetben valóban nagyon ifjak, és az is látszik, szívesen csatlakoznak újak a nagy testvérek példáját látva. A teszom is városvédő, és úgy lettem én is városvédős. Mit csináltatok eddig? Mit csináltál eddig? Mibe vettél részt? Hát virágot ültettünk, meg voltunk szerdán a strandon is. Ma pedig virágot osztottak a járókelők nagy örömére. Ez egy nagyon jó kezdeményezés. Köszönöm szépen. Szép napot!